Ki az a legény, aki egyedüliként az országban nem hajlandó kimondani, hogy adj Isten egészségére, amikor királyára rájön a tüsszentés? Ő a csillagszemű juhász, akinek meséje köré szervezte az idei nyári bábos tábor teljes tevékenységét a Hírös Agóra, Forgó Gyöngyi és Rendek Regina a Báron bábos műhely tagjai. A 7-11 éves általános iskolás korosztály tagjainak meghirdetett tábor évek óta nagyon népszerű a gyerekek és szüleik körében, így nagyon hamar gazdára találtak a férőhelyek. A 15 táborozó gyerek maga tervezte meg a mese figuráit, és készítette el a báb előadás összes kellékét is. Az ötnapos táboridőszak alatt számos más kiegészítő programon is részt vettek, csillagnéző látogatást tettek például a planetáriumban. A gyerekek, akik zömmel óvodáskorukban találkoztak utoljára a bábozással, sok fontos készséget sajátíthatnak el a tábor egy hete alatt, csoportban dolgoznak, figyelnek egymásra, gyakorolják a szép és érthető beszédet, megtanulják összehangoltan mozgatni a figurákat. Az elkészült előadást holnap a táborzáró mutatják majd be, és videóra rögzítik. A szülők és a hozzátartozók a felvételeken nézhetik majd meg a táborozás végeredményét.